Jós került a vetés, mondtam magamban az útról, de amikor közelebb léptem, láttam, hogy ez csak egy feltárcsázott vagy felszántott tábla, amiben nem vetettek semmit. Amilyen sűrű megjelent benne, az a szőrös disznóparé, a gyom, ami elnyom minden mást. Egyébként egy nagyon magas fehérjetartalmú tartalmú növényről van szó, nemesített változata az amarant, aminek a magját mi is esszük, és íme itt van még mellett egy kis libatop, ezt a tyúkoknak, a disznóparét a disznóknak, és más gyomot tulajdonképpen nem is látok benne, egy-két egyszikű hajtott ki, jól betakarja a talajt, ellentétben itt a kaszált tábla széllel, ahol amint fényt kaptak, a parlakfőmagok, magok egyből kicsiráztak. Íme itt jönnek ki a parlagfüvek, ha ilyen esős és meleg marad az idő, akkor nem sokára szárba szökkennek és magot érlelnek. Most még kihúzhatjuk őket, ez a legjobb megoldás, gyomlálásnak hívták régen, gyökerestől elpusztítjuk, ha csak kaszáljuk, akkor bizony újra kihajt. Sőt, nyár vége felé még több szór és magot érlel. Aki gyomlálni akar, vagy gyomírtózni, az a glifozát valamelyik harmadik kategóriás készítményhez fordulhat. Ez ilyenkor totális gyomírtóként lesárgítja a gyomokat, és újra egy tiszta táblát kap. Jó kertészkedést kívánok!